Szeretettel üdvözlöm tisztelt nézőinket a Lólépésben, a SAK magazinban. Évek óta én vagyok a műsorvezető, Gunyát Zoltán is. Állandó szakértőnk, hozzáértőnk, Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, Fidebíró műsorvezető társamat láthatják. Én is mindenkit üdvözlök. Műsorunkban mindig beszámolunk az aktuális eseményekről. Korábban elmondtuk, hogy a Nemzeti Csapatbajnokság küzdelmei és a Megyei Csapatbajnokság küzdelmei véget értek április hónapban. Most majd, hogy nem uborka szezon következik. Uborka szezon azonban mégsem volt, hiszen a Nyírbátori Sakkegyesület egy ö, nagy rapid versenyt rendezett június 17-én. A nyírbátoriak a sárkány ö, Kupát rendezték meg. Kérem, tisztelt nézőinket, ne gondoljanak semmiféle anyósvicre vagy egyébre. Itt Nyírbátor város eredeti tulajdonosainak, földesurának, alapítóinak, a híres bátori családnak a, a címerében lévő állatról van szó, ugye Nyírbátor és a Sárkány, a Sárkányfesztivál berögzült már minden nézőnk agyába, tehát Nyírbátor város száz éves sportjának a tiszteletére rendezett a Nyírbátori Sakkegyesület a polgármester védnökségével egy nagy verseny, ahol nem csak megyénk sakkozói, hanem más megyéből érkező sakkozók is részt vettek. A Versenyen hat fődíjas hely volt, emellett még külön díjasok is voltak, külön díjak kitűzve különböző kategóriákban. A versenyről igazából nem nekem kellene beszámolnom, hiszen én is játszottam a versenyen, hanem Péter nagymesternek, mint a verseny főbírójának, hiszen ő, ő felülről, nem belülről, hanem kívülről és felülről látta összességében a versenyt egy bizonyos ok miatt mégis úgy érzem, hogy nekem kell beszámolnom erről a versenyről. Először is a verseny körülményekről eszményi körülmények között sikerült megrendezni ezt a versenyt. A főtéren lévő művelődési házban igen kellemes körülmények között sikerült lebonyolítani a versenyt. A versenyterem szellős volt, levegős volt, semmilyen objektív, külső körülmény nem akadályozta a matadorokat abban, hogy erőt vegyenek az ellenfélnek a hadán, és ez a minőségre is jó hatással volt. Hét fordulóban mérkőztek meg egymással a sakkozók, egy olyan játékidővel, ami megakadályozta az igazán akut időzavart. Tehát 15 perc állt minden játékosnak, a rendelkezésére, a parti játszására, emellett még minden lépésre három másodperccel növelte a gondolkodás idejét a, a lépést megtevő játékos, tehát lépésenként három másodperc bónusz kapott a játékos, így eleve nem volt meghatározható előre, hogy mikor kezdődnek az egyes fordulók, hanem egy-egy forduló befejezése után rövid idővel, kis ö, pihenővel, ö, pihenő után következett a következő forduló. A hét forduló után a papírforma némileg felborult, hiszen igen magabiztos játékkal a debreceni Kányádi Zoltán vitt el a bajnoki címet és a valejáró mutatós pénzdíjat. Kányádi mesterjelölt egy igen erős sakkozó, aki talán nem bántom meg, hogyha azt mondom, hogy hajlamos időzavarra is, értékszámától jóval többet tud a sakról, ezúttal igen nagyszerűen játszott, csupán egy döntetlent adott le, az összes többi partiját megnyerte ezzel, magabiztosan torony magasan nyerte meg a versenyt, a második helyen végzett Borsavölgyi Mester előtt. Borsavölgyi Tamás Fidemester szintén a, haj, a szomszédos Hajdú megyéből érkezett, a Hajdú Szoboszlói csapatnak, NB2-es csapatnak az első táblása, és ő neki valamivel gyengében ment a verseny, a második helyét azonban senki sem tudta igazából veszélyeztetni. Harmadik helyen végzett a Nyíregyházi Sakkiskola legdinamikusabban fejlődő titánja, talán Fordított poén, hogyha azt mondom, hogy érthetetlen, mitől fejlődött ilyen nagyon varga Marcel, aki nagyszerű játékkal futott be a harmadik helyre, Péter nagymesternek a, a, az idősebbi gyermekéről van szó. A negyedik helyen pedig egy vietnámi magyar fiatalember, Tran Dávid végzett, aki és ez a kuriózum mindössze 10 éves. Több rutinos játékost is le tudott győzni, és alig tudták végül megállítani ezt a dinamikusan fejlődő, taktikus jellegű fiatalembert, és öt ponttal, hét partiból 5 ponttal végzett a negyedik helyen. Itt el kell, hogy mondjam, hogy a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik helyen holtverseny alakult ki, az itt végzett játékosok valamennyien öt pontot szereztek, a buholc, illetve finomított buholc döntött el a holtverseny esetén a helyezések pontos sorrendiségét. Ötödik helyen végzett a megyénk egyik már igen sokszor bemutatott játékosa, a Piremon kitűnősége Pozsonyi István, a hatodik helyre pedig az utolsó díjas helyre a Nyíregyházi Sakkiskola másik legdinamikusabban fejlődő fiatal tehetsége ugyan Dániel futott be. Ezen fődíjas helyek után több külön díjas volt, a legjobb szenior, a fődíjasoktól félponttal lemaradva a híres bui sakkozó, az örök ifjú Szulics Imre futott be. A legjobb ifjúsági sakkozó a Piremon játékosa volt, Palkovics Balázs, a legjobb helybeli, tehát nyírbátori sakkozó egyáltalán nem meglepetésre, a nyírbátori csapat legjobbja is első táblása, Baracsi Sándor volt. Emellett még volt legjobb hölgyjátékos, aki a Nyíregyházi Dávid SC játékosa Székely Eszter volt, a legjobb értékszám nélküli játékos pedig úgy szintén a Dávid SC játékosa, az országos diákolimpián is igen jól szereplő Bodnár Lévi volt. A Versenyt én ugye, mint említettem, csak belülről láttam, tehát a saját partijaimat ismertem, és arról volt benyomásom. Péter azonban kívülről látta és szemlélte is a partikat. Szeretném átadni neked a szót, Péter, hogy láttad kívülről, ö, mint ö, magasan hozzáértő versenybíróként és nagymesterként, hogy látod a versenyt? Mindenképp egy nagyon színvonalas versenyt láthattunk, tehát nagyon sok fiatal játszott a versenyen, ami, ami örvendetes tény. Én úgy gondolom, hogy látszik, hogy a megyében nagyon nagy ifjúsági munka folyik, több egyesületben is, úgyhogy én úgy gondolom, tehát a díjasok közé is olyan játékosok kerültek, azt hiszem három, tehát a, a, a fele díjat, tehát a három ifjúsági játékos vitte el. Én úgy gondolom az első helyen ugye megérdemelten végzett a Kányádi Zoltán, az utolsó fordulóban egy kiki meccset játszott ugye a fiammal, a Marga el ami, ami ahol végül a, a végjátékban sikerült felülkerekednie, de egy, de, egy, de egy közel egyenlő állást sikerült tehát időzavarban maga javára fordítania. Tehát nem volt az olyan egyszerű. Plusz ugye idézeled, még a filmet egy picit tüzeltem is, hogy nyerésre kell játszani, mert ha nyert volna, akkor ő nyerte volna meg a partit, de gyakorlatilag ugye a harmadik helyen nem nagyon volt veszélyben, tehát így vereséggel sem. Második helyre ugye a, a legrutinosabb, legerősebb játékos került, ugye van az a mondás a sakberkekben, hogy az a legjobb játékos, aki a második helyet uh, szerzi, meg ugye a második helyhez tudás kell, az elsőhez meg szerencse. Idéző, ezt idéző kell természetesen Eszemet a természetesen szerencse természetesen mellé még tudás is Igen, kell, kiváló én, játék. természetesen, de, de az egyedüli címviselő ugye uh, Borsa Völgyi Tamás, aki, aki sok versenyen játszik és, és nagyon magas szinten sakkozik. Én úgy gondolom, hogy tehát az ő ö, helyzete, tehát két döntetlent adott le hat ponttal, tehát most épp a, ez a második helyhez volt elegendő. Ugye a harmadik, nyolcadik helyen holt verseny volt, ugye amit a javított bóhoz döntött el. Ott ö, azt azért hozzá kell tenni, hogy, ö, hogy ö, Marcel fiam, tehát ő elég, elég magabiztosan játszott és jól játszott, tehát igazából csak az utolsó fordulóban vesztett, addig, addig elég magabiztosan menetelt. A negyedik helyen a Trond Dávidnak ugye ez a helyezés a tíz éves fiú kis helyezése, azt mondom, hogy, hogy fantasztikus. Azt kell látni, hogy dinamikusan fejlődik, tehát aki ugye sakberkekben is ért az élő pontszámításhoz, az előző hónapban 250 élőt nyert, és ezzel, ezzel gyakorlatilag a korcsoportjának, a tíz éveseknek az országos mezőnyét is vezeti. Tehát ő most a legjobb játékos a tíz évesek között, most lesz a korcsoportos bajnokság Balaton majd ott majd ezt meg is bizonyíthatja. Ő egy picit szerencsével futott be erre a negyedik helyre. Itt a hatodik fordulóban egy hát valószínűleg vesztett állást ö, szerencsével megnyert, leesett az ellenfele ugye Tumó Bence, aki hogyha nyer, akkor valószínűleg ő végzett volna ezen a helyen. Ö, ott Elfogyott az ideje, leesett, ugye ez, 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 a szerencse faktor is ugye a negyedik helyhez szüksége, szükségeltetett ugye Dávidnak. Ugye Pozsonyi megye bajnok rendszeres, tehát nagyon erős játékos a megyénknek, tehát ez az ötödik hely most én úgy gondolom, ennél több nem nagyon volt benne neki, hatodik helyre ugye pedig ugyan Dániel futott be, aki szintén ugye ifjúsági játékos, meg kell jegyeznem, hogy ugye hot versenyben te is ott voltál a hetedik helyen, tehát, tehát nagyon jól játszottál, épp lecsúsztál ugye a díjas helyekről, de, de egy picit rosszabb, mint kezdés után nagyon szépen feljöttél, és, és gyönyörűen felhoztad magad öt pontra. Én úgy gondolom, hogy az eleje nagyon erős volt, tehát a megyebeli játékosok legjobbjai elindultak, és ami, ahogy fogalmaztad, nagyon jó körülmények között játszhattak a versenyzők, a művelődési ház, tehát ideális feltétele annak, hogy ott sok versenyt rendezzenek. Ugye 40 fő indult a versenyen, ami, ami egy nagyon szép létszám. Ahhoz képest, hogy első versenynek volt ez meghirdetve, megrendezve. Tehát én, én úgy gondolom, hogy egy sikeres, pozitív, nagyon jó versenyen vagyunk túl. Szakmailag, ha egy picit, ugye, amit most mondtam, ugye több gyerek is játszhatott ezen a versenyen. A mezőny fele majdnem ifjúsági játékos volt, azt hiszem, hogy 18 majd 19 gyerek volt az ifjúsági, úgyhogy, úgyhogy, én ilyen versenyek rendezésében bízom, hogy a megyében nem csak ugye Nyíregyházán, hanem egyre több helyen ugye Nyírbátorban, akár Kisvárdán, ugye Vaján is lehet majd ilyen versenyt rendezni. Ugye nagy halász természetesen évente egy-két versenyt megrendez. Tehát nagyon sok olyan hely lesz, vagy van a megyében, ahol már, ugye, a, már nem csak a ifjúsági nevelőmunkáról szól, a szak történet, meg ugye a, a csapatbajnok, megyei csapatbajnokságon van részvételről, hanem már tovább lépve versenyek szervezéséről is. Tehát nem csak Pesdül, hanem már Pezeg is a megyei sakkélet, és nem csupán Iregyházán, hanem megyénk többi városaiban is rendre szerveznek verseny. Én még önvallomásként annyit szeretnék elmondani, hogy mint már régen nem ifjúsági korú sakkozó, e, azt tudom mondani arról, amit mondta, hogy a mezőny fele ifi volt. Rendkívül nehéz egy felnőtt sakkozónak sok ifi részvételével megrendezett versenyen játszani. Az ifikről ugyanis sosem lehet tudni parti előtt, hogy éppen az adott partiban milyen teljesítményt nyújtanak. Az ifiknek a, a teljesítménye partiról partira is versenyről versenyre változik. Van, amikor rendkívül erősen játszanak egy-egy partiban, még van, amikor a rutinnal, a tapasztalattal át lehet verni őket. Én is éreztem a saját bőrömön ilyet, tehát volt olyan parti, egy partit vesztettem a versenyen, éppen a Tran David ellen, amikor is már, már két tisztelőn birtokában már elégedetten dörzsöltem a markomat, de az időzavarban csak elhúztam magam, Még volt olyan parti, ahol, ahol igazából vesztenem kellett volna, de a rutinnal a háromgyalog hátrányos bástya végjátékot ki tudtam tartani döntetlenre. Tehát egy felnőtt csakkozónak a szíve kissé elkedvetlenedik, amikor nagyon sok erős ifi van a mezőnyben, de hát az igazi sakharcos nem fél, nem szorong, hanem emelt fővel nekivág a küzdelembe és kopjátor a fiatal tehetségekkel is. Úgy tudom, hogy partival is készültél a mai napra. Igen, uh... Ezt természetesen ugye együtt megbeszéltük, és a te javaslatodra egy nagyon jó partit, nagyon látványos partit szeretnék bemutatni. Ugye egy nagyon tanulságos kis játszmát fogunk megnézni, ahol úgy tűnik, hogy, hogy szinte egy lépés lehetetlen, és mégis megérkezik az a lépés, fantasztikusan sok figurával lehet ütni, és gyakorlatilag mindegyik rossz. Úgyhogy én ezt a partit szeretném bemutatni, úgyhogy jó szórakozást kívánok a nézőknek. Világosan játszik Blackburn Joseph Henry, feketével pedig már, és 1889-ben játszották ezt a játszmát az Amerikai Egyesült Államokban egy kifejezetten érdekes játszmát fogunk ugye, amint már említettem, megnézni. Ugye kezdjük is. d 4 kezdett ugye Blackburn, f 5 tel ugye holland védelem került terítékre. Ez egy nagyon agresszív megnyitás feketével, viszont ugye pozíciósan egy picit ugye gyengébb állás, viszont taktikai lehetőségek tárházát kell világosnak kivédenie, hogyha ugye jobban akar állni. hozzá, hogy a néhai világbajnok Petroszján azzal tréfált egyszer. Ján ugye a magabiztos stílusáról volt híres, hogy ha az ellenfél hollandi védelmet akar játszani, nem szabad megakadályozni. <laughs> Tehát nem volt igazán nagy véleménye a holland védelemről, de azért világbajnokok is igen eredményesen játszották, gondoljuk csak Botvinnikre. Uh, igen, tehát hosszú távon, tehát egyszer-egyszer, én úgy gondolom, meglepetésként nagyon jó egy, egy olyan repertoárt felépíteni, hogy csak hollandot játszok, az nem lehet. Tehát arra fel tudnak készülni, nagyon sok akár mellékváltozat is van, amit lehet játszani ellene. Én úgy gondolom, hogy meglepetésként egy ideális fegyver, főként akinek ugye nincs olyan repertoár a holland védelem ellen, de a legjobb játékosok ellen azért, azért nem nagyon szoktak holland védelmet játszani, plusz a szuper nagymesterek is igazából elkerülik. Tehát jó nagymesterek játszák még, ugye, de, de meg kell A világ elit, elit, nem elit nem játsza. A világ elit nem játsza a holland védelmet komoly partikban, ha bár ugye azért a, a raport egyszer-egyszer megvillantotta a holland védelmét, de, de lebeszélték erről elég sokan, tehát vagy többen, többen úgy gondolták, hogy csak nyugodtan, ahogy te is mondtad, Petszor, hogy hagyj játszák ezt a holland védelmet, tehát azóta nem játszik a Ricsi. Tehát inkább király a védelemben megy a raport Ricsi is ö, bele, vagy akár a Csigorin védelemben, sok, sok, taktika van. Ö, tehát G3-mal folytatta, <coughs> ez az egyik legjobb lépés fehérrel. <coughs> Bocsánat, 20-re fattal jött fekete, futó G2-vel, a futót fejlesztette, világos C6 következett. Ez, ezt a lépést, ezt vizsgáltas Negyaratil a holland védelemről írt könyvében, és figyelemreméltó lépésnek tekintette. Ö, minden tiszteletem a, a néhai magyar bajnok Schneider Attiláé, nem ö, értettem, hogy miért volna olyan figyelemreméltó lépés. Annyira bekorlátozza szerintem sötétnek a lehetőségét, tehát hogy kőfalszerű felállás lehetséges most már, így Inzsenevszki rendszer, Leningrádi változat egyik sem uh, igen. Jön szóba. Kiteríti alapjait. A igen, viszont uh, tehát ez egy itt mellékváltozat, tehát annyira nincs kidolgozva ez a változat, mint egy főváltozat, tehát nincs úgy 20-30 lépésig kidolgozva. És ugye az az értelme, hogy D5-tel természetesen kőfalszerűen szeret, vagy legtöbbször úgy állnak fel, ezt annó még az én edzőm Szabolcsi János nemzetközi mester is elég sokszor alkalmazta, több-kevesebb sikerrel, ugye a gyengébbeket azért viszonylag megverte, de egyszer-egyszer az időt is uh, megverték ebben a megnyitásban. Tehát én úgy gondolom, hogy <kül> <kül> tehát itt annyira könnyű játéka van fehérnek, de de az nem nyer egyértelmű, hanem az fokozatosan tovább kell. Tehát azt hiszem az érteni. amerikai mester Delmar már az elmélet ismert útjairól kívánta az angol nagymester Blackburnt a fekete halált eltéríteni, hogy nyílt kiki tudjon vele vívni, nem elméleti párbajt vívjon a nagymesterrel. Plusz, főleg úgy, hogy ugye itt egy olyan lépésünk, vagy olyan <coughs> mocsán, mellékváltozat, ahol, <coughs> ahol ugye nem igazi holland szerűségű állás jön, mert ugye ilyen E5-ösen fog felállni, tehát ez ilyen teljesen meglepő lépés, tehát igazából C6-nak majd látjuk a partin keresztül, hogy mi volt az értelme, úgyhogy folytassuk Huszár H3 következett, ugye ennek az az értelme, hogy F4-en keresztül, vagy G5-ön keresztül, főként F4-en, ugye azonnal az E5 gyenge pont felé akar vezényelni ezt a Huszárt, ugye és most E5 következett, Ugye miről beszéltünk, ezt le kell ütni természetesen, és vezér a 5 sakkal, ugye Balán visszanyerik ezt a A az nem lett volna esetleg egy kínálkozó lehetőség? Tehát most itt azonnal a Huszár Hát ez jó kérdés, én úgy gondolom, hogy, hogy vagy fejlődök, vagy nem tudom, hogy f 4 lehet, hogy egyszerűen megvédem azt a gyalogot, mert a 23 az F2 pontot védi, tehát nem látom, hogy feketének milyen játéka lenne. Ott egyszerűen van egy fórum, és azt szerintem meg fogom nyerni hát azt az állat. Viszont annyira elgyengül az állásban, világos állásában a sötét pont, nem tudom én. én... De nem nagyon tudod kihasználni, én úgy gondolom, tehát azt a, azt a szerkezetet. Uh -huh. Tehát ott, ott egyszerűen gyalogfor, és, és ugye a, a B8, Ló, C8, Futó, A8 básja, igaz, hogy a vezér b vagy Futó el ki tud jönni. De, de az gyakorlatilag 3-10, amíg ugye ott a lovam, és nem nagyon látom, hogy hogy fog jönni ugye ott előrébb. És ugye én is most Huszár C3 vezér D3-mal tudok fejlődni, akár Huszár A4-es tervekkel. Tehát, tehát én úgy gondolom, hogy itt a Huszár G4 az, az egy merész lépés lenne, de, de, de valószínűleg vezér a lépés a legjobb, vissza kell nyerni uh -huh. azt a gyalogot. Tehát vezér Al csak következett, amire ugye fejlődünk Huszár C3-mal, tökéletes lépés, vezérüti E5, és ugye igazából ugye ez egy fura állás, ugye ha megnézzük, fehérnek már három könnyű tisztekint van a két huszár, a futó, feketének pedig egy. Ugye a megnyitás alapelvei közé tartozik, ugye egy tisztel egyszer lépjünk, és korán ne hozzuk játékba a vezért. Na most ugye, hogyha megnézzük, ez feketének gyakorlatilag nem sikerült végrehajtania. Sőt, most, hogyha megnézzük, következett futó F4, egy újabb tempót nyer a fekete vezér támadásával, tehát az összes Fekete, fehér könnyű tiszt kifejlődött, és feketének még mindig csak egy van. A C8 futó még, még láthatáron sincs, hogy hogy fog fejlődni. Tehát ez egy cseles, trükkös megnyitási elmélet volt, de hogyha ránézzünk az állásra, ez gyakorlatilag mai szinten ez, ez egy vesztett állás. Persze akkor még mindent lehetett lépni, vagy ugye megpróbálni. Hát sokat nem lépett azért fekete ebben a partiban, azért azt is hozzá kell tenni. Következett vezérel 7, ugye most ha megnézzük, F8 futó, C8 futó, tehát szerintem katasztrofálisan áll, és elsáncolt világos. Tehát ugye megnyitás három alapelve, centrumot foglaljuk el, fejlődjünk ki a könnyű és a királyunkat helyezzük biztonságba, vagyis sáncoljunk el. Ennek fehér teljesen megfelel, amíg fekete, ugye én úgy gondolom, hogy még fényémnyire van. Habár most ugye próbálkozik D5-tel, ugye, azonnal ugye a centrumot elfoglalni, és úgy tűnik, hogy itt nem nagyon lehet mit lépni, de mégis meg fog érkezni. Bástya e egy következet, ugye ez már sejteti a tervet, hogy megpróbálja az elvonalat rányítni a fekete királyra is vezérre, Habár azt ugye négy figura is véde, a két gyalog, Huszár meg a vezér. Huszár B-ről 7 ugrott, és következett E4. És ez a legszebb. Uh, én úgy gondolom, hogy <coughs> ez uh, sakban nem csak ugye azt szoktuk mondani, hogy <coughs> jó játékos, jó stratégia uh, alkalmazásával, jó stratégák vannak, hogy ez, ez uh, konkrétan ment előre a tervét uh, végrehajtva világos, ezzel az n 4 gyakorlatilag szétrobbantja. A pontosan sötétnek a leg, <síns> ö, leginkább védett mezején áldoz egy gyalogot. Tehát Jó, igen, lett. Három figurával lehet ütni, de igazából egyik se rossz, mert ugye rá fogunk támadni erre az E4 gyalogra. f el következett, ugye leütötte az F gyaloggal ezt az E4 gyalogot, amire F3-mal ugye azonnal, én csak úgy szoktam fogalmazni, hogy megbontjuk a fekete centrumát, fekete állását, ugye rá, rá szeretnénk nyitni ugye, az E vonalat feketére. F3 következett, amire Huszár C5-tel megvédte még egy figurával. f L4 következik, amire Huszár C-ről L4-re ütött, és Huszár F2-vel ugye újabb figurával támadjuk a kötésben lévő L4 huszárt. Ugye a huszárral ö, elugrani nem lehet, mert ugye akkor a vezér, ugye a fehér bástya ö, martalékává válna. Úgyhogy ezért mit van mit tenni. A végül is fekete ö, logikusan futó f fejlődik, tehát egy újabb figurával kifejlődik, és megvédi az N4 lovat. Egy újabb jó lépés következett, G4. <coughs> ugye ez megint arra játszik, ezzel a lépéssel ö, fehér, hogy ugye nem engedi továbbra sem elmenekülni a vezért az elvonalból, és ugye kényszerítő erővel, ugye támadással mindig arra készteti feketét, hogy, hogy ne tudjon kifejlődni, és ne tudja ugye konszolidálni, vagy akár hosszú sánccal az állását, ugye a királya legalább elmenekülne abból az elvonalból. A futó G6-tal ugye visszament, G5-tel ugye egy gyönyörű lépés következett, ugye az F6 huszár, ami az E4-et védte, az azt el tüntette onnan, ugye megtámadta, Huszár H5 következett, és itt megint ugye megtámadta az F4 futót, de azzal már nem foglalkozunk, hanem azonnal az E4 lónak a gyengeségére játszott, fehér futóüti E4 következett, amire Huszár üti F4, Hutu üti G6, ugye H üti G6, és erre következett, ugye leüthetném a vezért is, de ugye nem tud elmenekülni, vezér g 4 <coughs> Egy olyan nagyon erős lépés. <coughs> Bocsánat. <coughs> és uszár H5, de vissza ugrott fekete, és euh, még mindig nem üti, huszár D3-mal újabb figurát hoz. Támadásba fehér. Huszár D3 következett, amire király F7, és ugye Básty üti el 7 Futó üti L7, Huszár E5 sakk, ugye király G8, és vezére E6 sakk után nem várta meg a mészárlást, hanem itt feladta fekete ebben az állásban. Én úgy gondolom, hogy, hogy a alapelveknek fantasztikusan megfelelő játszma volt, hogy hogyan ne játszunk feketével, és hogyan játszunk fehérrel, hogyan kell kihasználni ugye ezeket a hibákat, és uh, én ezt minden uh, ifjonc sakkozónak ajánlom uh, megnézni ezt a játszmát, mert, mert ebből nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Tehát Sötét elmaradt a fejlődésben azért, hogy látszólag az e pont ellenőrzésével egy jéghegyet, egy, egy jégpáncélt vonjon a, a, a világos állása, de világos ezt nagyon szellemesen átmeneti a felrobbantotta, és pont ott támadta, melyik Sötétnek volt a leginkább őrzött pontja, és rányította rányította mondjuk hogy a gázcsapotát, rányította, kinyitotta a konzervet, úgy szoktam mondani, rányította az állást a sötét királyra, és a fejlődés elmaradása miatt, mint stratégiai sok alapelv elhanyagolása miatt, Sötétnek törvényszerű volt a veresége. Ha megnézzük ugye a végállást, ugye a H8 bástya, A8 bástya saját helyén van, tehát nem jött játékba egész idő alatt a két fekete nehéz tiszt. Úgyhogy. És emellett még ugye nagyon sok minden fenyeget, tehát király G8, H7, vezér G6-sak, király G8, vezér F7-sak, király H7, vezér h 5 sak hát. király G8, <laughs> szóval... Itt már minden, tehát itt már az E7 futó is ott van, tehát itt aztán, ugye amit mondtam, itt már mészárlás következne, tehát az összes figurát leütnénk. Nagyon szépen köszönöm a parti bemutatását, nagymester. Ennyi fért a mai adásunkba. Tisztelt nézőink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Remélem, hogy önök is sokat tanultak a bemutatott partiból és Péter nagymester tanításából. Viszontlátásra! Viszontlátásra!